Szeretné Libor Mária vagyok, sokan csak Limaraként ismernek, mivel másfél éve vezetem a Limara Péksége blogot, szenvedélyem a kenyérsütés. A jó kenyér titka a megfelelő alapanyag, ezért most elmegyek beszerezni őket. Anyukámtól kaptam 5 évvel ezelőtt egy kenyérsütőgépet. Meglepetés volt karácsonyra. Jó receptek után kutattam a neten, és ott találtam egy fórumot, ahol nagyon élénk társalgás folyt a kenyérsütésről, és csatlakoztam hozzájuk. Nagyon jó kis társaság gyűlt ott össze, és egymást doppingolták, de ez tényleg úgy volt, hogy valaki felrakott egy nap egy új kenyeret, akkor másnap 15-en megsütötték. Egy idő után elkezdtem a saját receptjeimet kidolgozni, és a többieknek tetszett ez. És ez a sikerélmény indított el tulajdonképpen a blokkolás útján. Szia! Azért szeretek bioboltba járni, mert csak itt kapok például burgonyapelyhet, fekete szezám magot, vagy bármilyen más magot. Itt szoktam venni a teljes kiörlésű liszteket, azt szintén csak itt lehet kapni, illetve malátát, vagy melaszt. Sütök magvas kenyereket, nagyon szeretjük benne a napraforgót, a tökmagot, a lemmagot, szezámmagot és a különböző pelyheket, tönkölypelyhet, rostpelyhet, zappelyhet. De szoktam sütni aszfaltáfonyás bagettet, amiben például fenyőmagot is teszek, azokat is ebbe a bioboltba szoktam beszerezni. Sikerült? Igen. 1170. Még valami? Nem, kérek, köszönöm szépen. Szia! Hello, szia! Jó sütést! Kalácsok, sütemények készítéséhez például házi tejet szeretek használni, egy közeli kisboltban van tejautomata, oda szoktam elmenni tejet vásárolni, ott minden nap friss házi tejhez jutunk. A piacon is igyekszem mindig a kistermelőket megkeresni, az öreg néniket, bácsikat és tőlük vásárolni, nem pedig viszonteladóktól, én ezt nagyon fontosnak tartom. Általában már megismernek, tegnap is a piacon utánam szólt egy néni, hogy ugye maga szokta tőlem venni azt a paszternákot, vasárnap hozok magának. Egy egyszerű fehér alapkenyeret fogok sütni, BA80-as kenyérlisztet használunk hozzá, burgonyapelyhet, cukrot, sót, egy pici aszkorbinsavat, egy nagyon kevés élesztőt, mivel öreg tésztát is teszünk bele, az öreg tészta pedig egyfajta kovász, így minimálisra csökkenthető az élesztőtartalom, és folyadékként pedig vizet használunk most. És először is kimérjük a hozzávalókat, kelesztőtálba, liszttel kezdünk, fél kiló kenyérlisztet fogok kimérni, extra hozzávalóként burgonyapelyhet teszünk bele, ennek az a szerepe, hogy sokkal jobb állagú lesz tőle a kenyér, de ettől nem lesz burgonyás ízű. Másfél evők, vagy teáskanál só, az a tál szélére. Egy nagyon pici aszkorbinsav, a közepébe mélyedést készítünk. Ide öntök 3 deci, körülbelül először 3 deciliter vizet, és körülbelül 25 deka öreg tésztát. Az öreg tészta az egy bedagasztott, majd túlkelesztett tészta, amit kovász helyett használok. Ezzel az öreg tésztával sokkal könnyebb sütni egy kezdő házi péknek, mint a kovásszal. Ennek a használatával a tészta élesztő mennyiségét lehet csökkenteni, és olyan igazi bolti jellegű lesz tőle a tészta, egészen olyan állagú lesz, mint az igazi régi bolti kenyereknek. Limara a nevemből lett, a vezeték nevemből és a keresztnevemből hoztam össze a Limarát. Egy olyan nevet kerestem, ami jól hangzik, megjegyezhető. Nem gondoltam arra, hogy a gyerekkorunkban ilyen dezodor is volt, csak egészen addig, amíg valaki rá nem kérdezett, hogy a dezodorról neveztem el magamat. Egy dekagram élesztő elég ennyi kenyérhez, és egy nagyon pici cukrot csak. Az élesztő munkáját is segít, illetve szebb lesz tőle a kenyérnek a héja. És kezdődhet a dagasztás. Minden mozzanatról készítek fotót, mert ez nagyon sokat segít, akár a formázásnál, akár hogy lássák, hogy a tészta állagának milyennek kell lennie. Úgyhogy igyekszem minél több fázis fotót készíteni, és amután kisült a kenyér, akkor kezdődik a fotózás, ami nekem a legnehezebb, ugyanis a lakásban sötét van, télen különösen, úgyhogy rohangálok itt össze-vissza a kenyerekkel. A közepétől kell kiindulni, és szép folyamatosan kell felszedni a széléről a lisztet. Egészen addig kell dagasztani, hogy régen mondták, míg az eresz csöpög, ez azt jelentette, hogy amikor a homlokokról elkezdett gyöngyözni a víz, egészen addig dagasztották mondjuk nagy teknőbe több kiló lisztből a kenyeret. Legnépszerűbb a fehér kenyér. Kezdő házi asszonynak azt is szoktam ajánlani, hogy azzal kezdje. Hogyha a fehér kenyeret jól be tudta gyakorolni, akkor jöhetnek az olyan kenyerek, amiben valamennyi teljes kiörlésű lisztet rak, de még keveset,
és később emelheti ezt a teljes körlésű liszt arányt. Nagyon népszerűek a mediterrán jellegű kenyerek, az aszalt paradicsommal, fűszerekkel dúsított kenyerek, a gyümölcsös kenyerek, de készítettem már céklás kenyeret, ami nagyon szép színű volt, csokoládés kenyeret, ami nem édes kenyér volt, csak egy desszert kenyér tulajdonképpen. Szinte minden nap sütök kenyeret, vagy valamilyen péksüteményt. A gyerekek az iskolában már csak azt viszik, amit én sütök. Várják is, mindig ki kell találni újat. Különböző töltött kifliket, zsömléket, magvas kenyeret, sima kenyeret, tönköly kenyeret. Mondjuk az kisfiamnak a sima fehér alapkenyér a kedvence. De a péksüteményeket, azokat is nagyon-nagyon szeretik. Az a legjobb érzés, amikor a családod elé oda teszed az asztalra. Az olyan régi, igazi, hogy azt én csináltam a családomnak, olyan régi családi hangulatot idéz, ami ma már nem nagyon fordul elő. Az otthon sütött kenyérnek egész más az illata, az íze. Sokkal jobban értékeli a család, mint egy boltban megvett kenyeret. És félig be van dagasztva a tészta, ilyenkor teszünk bele 2 evőkanál olajat. Ettől puhább lesz, és kevésbé morzsálódik ettől is a kenyér majd. Általában nem kézzel dagasztom, hanem berakom a kenyérsütőgépbe, az magától megdagasztja 20 perc alatt. Átteszem a kelesztő tálba, az néhány másodperc, a formázás szintén 1-2 perc, és utána megsüti a gép. Kézzel általában akkor szoktam dagasztani a tésztát, hogyha ki akarom adni a dühömet, nagyon jó feszültséglevezető. Mire bedagasztom, minden mérgem elszáll. És végül kerekre igazítjuk, és készen is van a dagasztás. Most keresztőtálba körülbelül 1 óra hosszán át keresztül. Hollandiában lakik egy kedves kenyérsütőtársunk, és ő elég sűrűn el szokott látni engem mindenféle érdekes eszközökkel és dolgokkal, amiket itt nagyon nehezen tudok beszerezni. Egy blogon valahol megemlítettem, hogy mézeskalács ütőfákat szeretnék, és egyszer csak küldött nekem 3 ilyen ütőfát. Hollandiában a királynő születésnapján, legalábbis úgy gondolom, kirakodó vásár van, mindenki kirakhatja a háza elé azokat a tárgyakat, amiket már nem használ, és eladhatja, és ő ott találta ezeket, és eszébe jutott neki, hogy én szeretnék ilyet, és elküldte. Kicsit túl is nyúlt ez a blogom, mint ahogy én ezt szerettem volna eleinte, én ezt csak egy kis önmegvalósításnak gondoltam, nem gondoltam, hogy ilyen népszerű lesz. Amikor először hívtak a parlamenthez kenyeret sütni, az egy nagyon nagy élmény volt. Utána kerestek rádiótól, újságtól, gasztromagazinban jelent meg rólam cikk, könyvtárban hívtak egy ilyen olvasó találkozóra, hogy mutassam be a blogomat, grillfesztiválon szerepeltünk. Az egyik szintén gasztroblogos srác megkérdezte, hogy volna-e kedvem, ő egyébként reneszánszkori ételeket készít, gyönyörűen megtervezve, és a tál közepére gondolt egy kenyeret, és csapatversenyben az első helyet nyertük ezzel a gyönyörű tállal, amit ők készítettek meg az én kenyeremmel mellette, és egy mobil kemencé volt az első díj, és a fiúk olyan nagy lelkűek voltak, hogy nekem ajándékozták ezt a kemencét, illetve hát én őrzöm a 3 kemencéjét. Az első kelesztésnek vége van, gyönyörűen megkelt, és most a veknit fogjuk megformázni. Ki kell belőle ütni ilyenkor az összes levegőt, hogy újra tudjon majd szépen kelni. A vekni formázáshoz én beszoktam hajtani a 2 oldalát, így magasabbra fog a kenyér följönni. És minden tekerésnél le kell nyomni a tésztát. És egy kicsit visszahúzom, és az oldalától pedig alászedem, hogy szép vekni formája legyen. Picit meglisztezem, és mehet a génaiba. És ilyenkor újra kelesztjük, hogy még egyszer jó duplájára keljen. Édesanyám is nagyon jól főzött, tehát azért volt már tapasztalatom, én is 8 éves koromban kezdtem el főzni. Szerintem, hogyha valaki ezt nap mint nap csinálja, a gyakorlat, tehát a gyakorlat teszi a mester, ahogy itt is mondják, minél sűrűbben csinálod, annál hamarabb megvan az eredménye. Ráadásul, ha valaki dopingol, az, hogy mindig egyre tökéletesebb, egyre jobbat készítsen, szerintem néhány hét, ami tényleg azt mondhatja, hogy csukott szemmel is tud kenyeret sütni. A blogon keresztül
makói barátokat szereztem elsősorban. Egy kötős barátnőm, aki kötős blogot írt, például kiderült, miután írt egy levelet, hogy megtalálta a blogomat, hogy egy általános iskolába jártunk. Ő sem makói, én sem vagyok makói, és most mind a ketten itt lakunk Makón. Egymásra találtunk, és nagyon jó kapcsolatunk azóta. Ez a ötnek az egész, és nagy. Ez hanyas tévelkedett? Hármasra, nem nagy a kicsivel. Majd légy szíves a mintáját ide adni. Jó, de akkor megkötöd. Meg én. De ilyen fondalom is van még, ha kell más szuper. Színben. Szuper, nagyon jó. Kell. Ez a kötős barátnőm Macus említette a múltkorában, hogy a kötés világnapja alkalmából több városban, de világszerte is azon a napon nyilvános kötéseket rendeznek. Ez azt jelenti, hogy valamilyen nyilvános helyre kell külni, és ott egy-két oroszát eltölteni kötéssel. És akkor úgy gondoltuk, hogy Macus mellé csatlakozunk, és kiültünk a főtérre kötni. Kezdjétek el, tegnap bementem a gyógyszertárba aszkorbinsavat venni, és kérdezte a gyógyszerésznő, hogy kenyérhez kell? Mondom, igen. Azt mondja, van egy jó kenyér... Igen. Ha van egy jó kenyérreceptje, azt mondja, akkor hozzon már nekem. Hát mondom, leírom a blogom címét, ott talál többet. Leírom neki, közben mondom, hogy de ha csak beírja a keresőbe, hogy limara péksége, mondom, akkor ott azt is megtalálja, úgy is megtalálja. Mert azt mondja, miért maga? Azonnal sütöm a kenyereket. Engem még ma is ámulattal tölt el, amikor kiveszem a kenyeret a sütőből, és elkezd beszélgetni, cserepesedni. Az a jó kenyérnek az ismérve, hogy ezt teszi. Én még láttam olyan idős nénit, aki a földön talált egy kenyeret, és fölrakta magasra, hogy más a cipőjével ne tudja megérinteni. Azt mondták régen, hogy ha van kenyered, akkor három dolgot ehetsz, eheted a héját, a belét és a kenyeret. A kenyér maga volt az élet. Ez egy önmegvalósítás. Ugye itthon vagyok, a gyerekeimet itthon nevelem. Nekem ez fontos volt, hogy valamit én is alkottam, vagy letettem az asztalra. Most már valami, hogy idegenek megszólítanak az utcán, hogy én vagyok-e az a limara. Jó érzés, nagyon furcsa, rendkívül furcsa, de nagyon jó érzés.